Wow, figyelj, ki Charlie, vagy mi az isten az? Már attól fosok, hogy megnézem. Hogy mozog és belemossa? Most mondom, hogy ezt a videót nézve befosol. Ha nem is a szószoros értelmében, de be fogsz fosni attól, hogy az indiaiak, az indiaiaknál a street food az mennyivel másabb, mekkora kultúrsok lehet egy európai ember számára. Náluk ez teljesen rendben van, higiéniailag megfelelő, viszont nálunk, ahol azért a higiéniai szabályok elég magasak, hát veszett, lehet mostanában Insta Reels-ről szoktam lementeni ilyen videókat, ahogy meglátom a videót, rámegyek, hogy mentés is, már lopozok is tovább, figyeljetek! Indiai street foodokról fogunk megnézni videót, és el fogjuk dönteni, hogy ettől mennyire kapnánk vérhasat, ettől mennyire kerülnék kórházba kiszáradással. Ugye köztudott, hogyha megyünk például Egyiptomba, biztos voltnál ismerősök, családotok, barátotok, szüleitek-e Egyiptomba, akkor a pálest, azt viszitek magatokkal, úgy, ahogy én a Tutti Juice-t midom a magammal, srácok, milyen jó kis átvezetés. Én most az Isten eredeti Tutti Juice-nak a zéró változatára percintek rá. Tudjátok, hogyha esetleg valaki cukorbeteg, vagy csak szimplán úgy dönt, hogy nem szeretne cukros innivalót inni, akkor a Tutti Juice zéró, ugyanez az Isten eredeti finom Tutti Frutti íz, csak teljes mértékben. Cukormentes is, nagyon finom. Szóval, nézzük, nem húzom tovább a bevezetést. Figyeljetek! Ha jól tudom, ez még annyira nem is volt vészes, itt már el van készülve a kaja. Elmondja, hogy mi itt, viszont a kedvencem, hogy a kezével, amivel a pénzt elveszi, és mindent azzal szépen belenyúl egy kicsit. Átkavarja, láttátok, jönnek ki belőle a legyek, meg ilyenek. Meggyurálja a kezével egy kicsikét, figyelj! És szépen beletölti egy csodálatos kis tasakba. Általánosságban ezekben a videókban indiai emberek veszik, tehát mint látjátok, nem is turisták. És azzal a kezével, jó, itt most pont kezet váltott. De van rengeteg olyan videó, ahol bele tüsszentenek a kezükbe, és rögtön azzal a kezével már szedi is a kaját. Úgyhogy légy szíves, maradjatok itt van, és döntsük el, hogy melyik az, amitől biztosra, hogy befosnánk. Az előző részében ennek a sorozatnak azt néztük, hogy melyik fájna nagyon, itt, hogy melyiktől fosunk be nagyon. Amúgy az indiai street food kultúra amúgy csodálatos ettől függetlenül. Rengeteg különlegesség van, és még egyszer kulturálisan sokként érhet, viszont rengeteget felültetünk jellemileg az ilyen utazásoktól, de ettől függetlenül azt javaslom, hogyha ott vagyunk azért óvatosan, de hogyha beütjük a utazási irodáknak is a leírását, mindegyik óváint, hogy szállodákban és bárhol étteremben oké, de azért a street foodokkal vigyázzunk, mert hát az ő higiéniai megszokásának vannak, mint látjátok itt a bácsinak a kezél, már nem is tudom, hogy van-e rajta egyáltalán kesztyű vagy nem, de szerintem nincs is rajta kesztyű, látszik, hogy itt aztán pörögnek olyan, hogy mosás, meg ilyenek, az nincs, az minek, az teljesen felesleges. És itt az, amit a legjobban kiakarok, ugye nem tudom, tudjátok-e a szalmonella betegséget, nem biológiai órán vagyunk, a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, én sajnos kaptam el annó kisgyerekkoromba fagyitól, mai napig nem értjük, hogy madárteljes fagyitól, és hát az hát erőteljes hasmenéssel és hányással jár, egyszerre, fantasztikus dolog. Na a nyers tojás, főleg nyáron, rettenetesen szalmonella veszélyes. Figyeljetek! Tehát fog egy nyers tojást, így ahogy van, beletöri. Szerintem az cukor vagy liszt, de szerintem cukor. Ez már para, hogy ott kint van a tojás a napon, az Indiában elég meleg van. Fog egy kis tejet, éppen melegítésben lévő tejet. És elkezdi oda-vissza önteni, és mint látjuk, folyik bele folyamatosan a nyers tojás lé. Abba bele, még egy szed egy kis darabkát. Igen, és utána odaadja. Na ez. Ő, aki látjuk a fején, ő tudja, hogy holnap meg fog halni. Most mondom neked, biztos vagyok benne, tehát hogy ha jól emlékszem, igen, szalmonella, itt a komment szekcióban is már belegörgettem, hogy mi lesz benne. Szalmonella shék. Én ezen úgy röhögtem, hogy szalmonella shék. Nagyon durva. Nagyon-nagyon eszeveszettől durva. Rettenetes. Tehát egy... Kíváncsi lennék az ízére, de valami olyan helyen, ahol a tojások szépen, jó helyen, biztonságosan vannak tárolva. Nem így. Mi ez, srácok? Folyik le róla, ki tudja, belemente.
Tudom, immunrendszer azért van, megdolgozom kemény, de ehhez nagyon sok pálinkát kellene inni. Főleg, hogy mint látjátok, itt már folyt bele egy csomó tojás. Tehát, hogy pálika tojás a vizen, megállás nélkül. De nézzük valami ételt. Figyelj, itt szed egy kis finomságot, úgyhogy megy mindenhova. Megy mindenhova, hátraadja. Közben ő a lábán van egy valami, itt éppen kitisztítják. Ez volt a kitisztítás. Lehet, amit nem készült el a kaja. Tehát az volt a kitisztítás, hogy oda elé kihányta az egészet. Figyeld, közt is a lábán van ez a lepel, tehát abba törli a kezét. És most ő kijönti, mert nem kell a maradék, oda mehet a földre, király a pénzt pakolják is ide. Nagyon sok is, mint látjátok, itt sem bevezetett víz, meg semmi. Itt írja, hogy még a baktériumok sem élnék túl ezt. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon durva ezt nekem így megnézni. Figyelj, bogarak, legyek, szemét a földön, minden. Úriember a kezébe, egy ilyen kicsike kis zacskóba, kanállal, mindenféle különleges ételt. Nagyon jól néz ki. Ájjájjáj, figyelj, zacskóba bele, kicsit össze, csavarja. És hát mehet is. Mennyit kérsz? Ú, nagyon. Nem, megkóstolnád? Én ettől biztos, hogy befosnék. A teljes tojásségtől meghalnék, ettől biztos, hogy összefosnád magad, most mondom. A másik kedvencem az ilyen videókkal kapcsolatban, amikor a kezükkel mosnak bele. Tehát, hogy úgy öntenek bele vizet, vagy itt, nem tudom, tejet, vagy tejföld, vagy valamit, hogy a kezükkel így nem tudom miért, mintha elosztnatnák a kezükkel, holott nincs rá szükség. Szóval, ha megnézed, így fogja a kezével, de ne fröcsköljön ki, hát így is fröcskölszan a széjjel. És ugye, higiénileg, hogy ezt a kezet megmostam, nem tudom, hogy éttermekben sem mindenhol vannak óriási higiéniai standardok betartva. Figyelj a kezét, látod? Ezt csinálja vízzel. És így valamiért a kezével mossa meg. Hogy mossa meg a kezét. Izzad bele meg minden, látod, ő is. Kezével így csinál. Ettől függetlenül nagyon különleges kaják lehetnek ezek. Így letámasztja. Az előbb még izével szedte át, de most már sima kézzel, megmossa egy kicsit a kezét benne. Tudom, hogy az a fűszer. Folyik a lábán mindenhol, belönti kondérokba, és utána megkeni kenyérre. Tuti befosnék tőle, most mondom neked. Sok-sok filárie? Biztos nagyon-nagyon finom lehet, hát itt nem mindegyik emoji mondja. Itt írják, hogy az ő keze valamilyen szenzor. Jaj. Az ő keze valami szenzor lehet a quality check-le. Azért az istenek eledele. Itt pont itt írják, hogy miért rakják, vagy miért érnek hozzá a kezükkel, hogy teljesen feleslegesnek tűnik, hogy a kezével fogja meg. Nagyon különlegesen néz ki, tuti, hogy meghalnál tőle. Következő csodálatos videónk. Ezt nem láttam. Hú, de jól néz ki az a... Hú, kezével. Azzal vakarja meg a seggét, most mondom neked. Aprít. Milyen mocsok van azon az asztalon. Ki tudja, hol vágta meg, hogy fel. Tudom, még egyszer, oda... Ott az emberek gyomra ez hozzá van szokva. Valami port is, hallod, ebben mi, ez a minden juice. Wow, figyelj, egy kis Charlie vagy, vagy mi az isten az? Kész. És hogy várják? De finom lehet. Na, innád? Ó, a hölgyeknek először. Gyerünk. Azt az eget. Hohohohoj, nem tudom, én nem tudom, nekem... A kommentek absolutely amazing, tehát teljesen lenyűgözően királyak. Vakcinát csinál az új vírust. Azt mondja, megnézve ezt a videót látom, hogy Gandhi miért ment éjségsztrájkra. Jézusom. Azt mondja, össze kell fognunk együtt és küldeni Indiának egy kis kesztyűt. Hát figyelj, az, hogy tisztább, ha kezet mosna valaki, és utána tiszta a keze, az jobb, mint ha kesztyűzik, de itt. Ehhez aztán kell gyomor, azért nem hiába hallunk történeteket, ahol elmentek Indiába, és vérhasat kaptak, vagy valami. Nézzük a következőt. Víz.
De ő itt áll. Itt a lábával. Ő ott ebbe főtt, ebbe a lába főtt. Most mondom neked. Ezért azt mondom, hogy ahhoz képest elég tisztának tűnik, csak furcsa, hogy ott áll a lábával, ahol a kaját szedik, de hát na, mi nem így szoktuk szedni. Azt, hogy itt van, tessék! Már attól fosok, hogy megnézem. Pontosan erre akartam kiukadni ezennek a videónak a lényege. Kinga ki van tőlem idegileg. Én imádom ezeket a videókat nézni, mert így nézem, hogy oh my god, oh my god! Ő meg mondjuk patanás nyomkodás videókat néz, szóval kinek mi, én imádom ezeket a videókat, azért is válogattam nektek össze. Persze most mondom, hogy én is hasmenést kapok ennek a nézésétől is. Na nézzük a következőt, ezt láttam, ez is csodálatos lesz, figyelj. Tojás, megint ott kint a napon. Indiában jelenleg is 27 fok van. Szóval Indiában az átlag hőmérséklet is 27 fok, tehát az azért nem kevés. És így kint a napon a kaják, nem csak az, hogy a tojás így töretlenül, mert az amúgy eláll. De minden így kint is járnak rá, legyek minden, szóval beletört egy csomó tojást. Féljétek a földet, meg a papucsot, meg minden, úgy a kezével, minden estől bele. Jó, mondjuk az olaj az lefertőtlenít, igaz-e? Uh-huh. Jön a tojás, amit nem tudom, figyeltetek-e, de ömlött szét belőle minden. Amúgy ez mit fog csinálni? Ja, és a kedvencem, nem tudom, halljátok-e, a duda. Honnan tudod, hogy egy videó indiai, hogy dudálnak benne megállás nélkül, folyamatosan. Ez egy jó kis tojás rántotta lesz. Figyelj, lesz benne minden. Paprika, paradicsom, kis piros por, szürke por. Ez amúgy esküszöm jól néz. Na ez nem kellett volna bele. Az mi az Isten? Jó, így nyitottan bele szarik a légy meg minden. Fűszer által innen tudjuk, hogy tipik indiai. Van, aki nagyon szereti, Kinga is nagyon szereti például az indiai kaja fűszerességét. Mondjuk ebből szerintem nem enne. Még egy kis fűszer. Még azt mondom, hogy ez a legnézhetőbb eddig. És bele a laborba. Még azt mondom, hogy ez volt a yummy, get in my tummy. Ez volt idáig még a legnézhetőbb. Következő. Jó, ez az. Ez a tojáshoz csak más szögből. Meg itt más az úriember talán. Ugyanígy nézek, ott már bele van folyva a tojás, tehát hogy... Figyelj, és folyik le az oldalán, bele vissza a nyers tojás. Abba léve, ami ott bugyog. És nem fő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd kifő belőle a baktérium, mert az nem úgy van, hogy... Izé, kicsit meleg aztán jó, az lehet egy meleg ágy is. Szóval, hello, I am Salmonella. Na nézd! Itt is láttátok, hogy belemosta a kezét? Sőt, az egész kezét belerakta. A lébe. Kapsz kis kapot hozzá, igen. Megint egy kicsit kezével. Úgy, bele... Hogy mozog és belemossa? Elfelejtette a lábát beleáztatni. Igen. Na ez mi? Valami zöld lé. Azt lesz, mondjuk egész jól néz ki. De csak megint ez a baj, oké, hogy le volt takarva meg minden, de... Az én gyomorom ezt tuti nem bírna. Ez ők jól néz ki. Halljátok a dudálást? Beleszed és utána abból szed ki. Wow! Ez különleges. Mondjuk az az acskó ki tudja, hogy mi. Mindegy. És akkor ez a buci. Hogy várja már, milyen éhes. Ja, ezt láttuk az elején, és akkor így szedik ki, és rakja bele. Kemény. Azt mondom, hogy ezek még egész jól néztek ki, de nézzük, tehát ilyen szekéren érkezzek, mint látjátok, tehát itt semmi bekötve, semmilyen hűtő nincs bekötve, ezt nálunk nem is engednék. Figyelj, kézzel mossa bele a kezét. Így mondjuk ez legalább még a olaj, na ezt az olaj lefertőtlenít, akkor is utána ott kint. Ez még egész jól is nézett ki. De itt írják, hogy van itt bármi, ami nem handmade. Ezért mondom, hogy ezek még extra hand flavor, meg minden. Na, ez már volt az utolsó. Itt a hölgyek, látjuk, hogy végre nem a kezüket használják, ezt a videót láttam. Itt rendesen, szépen kiszedik egy tányérral, igazán azt nem láttam.
hogy, hogy készült, de, de ettől függetlenül ez zárásnak jó is. Na srácok, melyik az, amitől biztosan hasmenést kapnánk? Én azt mondom, hogy valahol itt ezek között. Ezek között válogathatunk. Írjátok le, hogy ti melyiket kóstolnátok, meg melyiket mernétek megkóstolni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Továbbra, hogy szeretnétek-e, hogy gyűjtsek-e még ilyen videókat egy következő részhez. Ha igen, akkor veressetek egy lájkot, ha nem, nyugodtan egy diszlájkot, ezzel ezvén ti vagytok a legeslegjobbak. Nagyon szépen dank és sön, hogy itt voltatok ma is velem, és ne felejtjétek el, nálam minden egyes nap van videó. Még akkor is, hogyha ez a rohadt YouTube nem küld értesítést, gyertek, csekkoljátok le a csatornámat, ha minden egyes nap 6 órakor van videó, és az Isten előtti tutti frutti ízűdítőtől, a tutti csúszok legyenek veletek. Sziasztok! We'll be right back.